A Bihar megyei Székely hídon tartotta őszi szakmai találkozóját a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete. Egyik fő céljuk az volt, hogy betekintést nyerjenek az érmellék életébe, és megismerhessék a helyi média viszonyokat. Újságírók tanácskoznak Székely hídon a hétvégén megtartott szakmai találkozón. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének hagyományos őszi rendezvényét ezúttal Bihar megyében a színmagyar, de a fősodró médiában alig megjelenő érmelléken tartották meg. A kollégák felajánlották, hogy olyan változatos programot szerveznek, ami nem csak szakmai tanácskozásra ad lehetőséget, hanem az érmellék Székelyhíd környékének megismerésére is. Ezért úgy döntöttünk, hogy idejövünk, és nagyon örülök annak, hogy Székelyhídra nagyon sok székelyföldi kolléga is érkezett. Olyanok is vannak, akik akár a környező megyékből jöttek, de soha nem jártak még az érmelléken. A szervezők azt remélik, a rendezvény után az újságírók egymással is jobban tartják majd a kapcsolatot, illetve, hogy sikerült jobban megismerniük a helyi médiaviszonyokat. Az Érhangja médiacsoport első fázisban egy újsággal indult ezelőtt 9 évvel, de úgy láttuk, hogy igény is van rá, és nyilvánvaló sikeres pályázatok révén az újság kiadásthoz társítottuk még a rádiót, és egy pár évvel ezelőtt pedig az Ér televíziót is. A MÚRE hagyományos őszi találkozóján adták át a szakmai díjakat is. Az írott sajtó nívódíját Kerekes Edit, a Szabadság című kolozsvári napilap szerkesztője kapta, az audiovizuális nívódíjat pedig a Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorának ítélték oda. A Pro Amicizia díj Lucian Mândruță román újságírói.